Köszöntöm nézőinket, önök Telen a magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Inspiráló környezet és játékos feladatok, rendhagyó órák a Dunaparton. Elnökváltás, új vezetőt választott a Tolna Városi Nyugdíjas Egyesület. Nyílt nap, diákokat vezettek be a zeneiskola rejtelmeibe. Koncertek, kísérőprogramok, idén is remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt majd a Városnapja. Idén sem maradhat el Tolna Városnapja. Változatos műsorszámok, koncertek és a helyiek bemutatói is színesítik a kétnapos rendezvényt. Sokféle kikapcsolódási és kulturális programot nyújt idén is az esemény. Erről Tóth Györgyi, a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója beszélt. Hagyománya van a városnak több évtizedes, talán úgy mondhatom, hogy ilyenkor ünnepeljük a Városnapját. Egy korabeli Zsigmond korából származó írásos dokumentum alapján éppen 600 évvel ezelőtt már városként említi a dokumentum Tolna városát. Úgyhogy ehhez köthető a Városnapja rendezvény, ezért tartjuk mindig május végén, május 25-éhez legközelebb eső hétvégéjén. Ez most pont szombati napra esik, ami külön öröm számunkra. Szóval ennek a 600 éves évfordulónak a megünneplésére egy rendezvénysorozattal készültünk, ami szerdai napon egy kiállítással kezdődik, majd pénteken és szombaton kulturális produkciók is lesznek a Hősök terén, valamint szombaton tartjuk a szokásos ünnepi testületi ülést, amelynek keretében a város kitüntetése díjak átadására kerül sor, és tavaly már megrendeztük sok éves kihagyás után az elszármazottak találkozóját, ebben az évben is meghirdettük, úgyhogy az még szombat délelőtre marad. A pénteki napra egy latin fiesztát terveztünk, reméljük, hogy az égiek is velünk lesznek, és akkor jó idő lesz hozzá. Este fele délután egy pécsi fúvószenekar fog fellépni latin muzsikával, majd ezt követően Csordás Tibor és zenekara fog a színpadra állni, őt lehet ismerni a korábbi Fiesta együttesből, majd ezt követően szambatáncosok szórakoztatják a közönséget, és a végén pedig egy retro diszkóval zárjuk az estét. Akkor szombaton ugye a délelőtti programot, ezt már elmondtam, hogy ünnepi testületi ülés elszármazottak találkozója, és akkor délután pedig sok nemzetiségi a városunk, és ezért egy ilyen nemzetiségi programot találtunk ki, ahol megjelennek a németek, a svábság is, az iskolák részéről, óvodák, iskolák, tánc együttesei vagy iskolai csoportok fognak fellépni, óvodai csoportok fognak fellépni, majd székelymesemondót várunk. A Fusz János Zeneiskola az idén megmérette magát, ez minden évben meg szokott történni, és rangos díjban részesültek, úgyhogy őt is hallhatja majd a közönség. A Bogyiszlói iskolában van mindig, minden évben egy szakkör, és szakkör keretében a Mihálovics Zsolt, a zenekar vezetője el fogja hozni a diákokat is, ők is színpadra fognak állni, és az est sztár fellépője pedig Radics Gigi lesz. Május 24-én pedig a felújított Szent Háromság szobor áldására is várnak szeretettel minden érdeklődőt a Szent Háromság téren. Valamint ha akadna olyan, akinek a számos koncert és fellépő nem elégítené ki az igényeit, azoknak kísérő programokkal is készülnek. Tavaly volt először a piac téren lesz egy vidámpark. Nagyon nagy sikere volt neki tavaly. Lesz arcfestés, különösebben gyerekprogramokkal nem készülünk most, mert lesz külön gyereknapunk majd, és hát lesznek különböző árusok, hogy akik italt, ételt kínálnak, hogy teljes legyen a közönségnek a kiszolgálása. Korábbi években úgy szokott összeállni a program, hogy egy pénteki kiállítás megnyitóval, majd szombaton volt a városnapi program. Most ugye előre hoztuk szerdára a kiállítás megnyitót, és pénteken és szombaton van program. Úgyhogy egy nappal kibővült. Hát ez köszönhető annak, hogy az önkormányzattól kaptunk támogatást, amit nagyon-nagyon
jó szívvel fogadtunk, így nyilvánvalóan nagyobb keret állt rendelkezésre, hogy meg tudjuk szervezni a programot, és hát szponzort is sikerült szereznünk, az MVM támogatja a városnapi rendezvényünket. A Fusz János Zeneiskola két napon át várja a leendő tanítványokat május 15-én és 16-án. A célja a nyílt napoknak, hogy ösztönözzék a gyermekeket a zeneművelésre. Húj, de jó lesz! Na még egyet! Várjál, Luk nem ott van, várjál, nem ott van a Luk. Na most jó! Jól van! A zeneiskola pedagógusa Fritz Józsefné fuvolázni és furujázni tanítja a növendékeket. Elmondása szerint fontos a gyerekeknek a tapasztalati élmény, ugyanis az ösztönzi őket a hangszerrel való megismerkedésre. Innen jött a nyílt nap megvalósítása ebben a formában. Szerintem nagyon érdekes az, amikor egy gyerek számára egy ismeretlen területre betéved, és a kíváncsiságát, a játékosságát föl tudjuk éleszteni. És ez a kíváncsiság, ez a kis mozgás, hogy ő meg akarja nézni, meg akarja fogni, ki akarja próbálni, ez ugye ad egy ilyen lendületet egy újdonság felé, ami kicsit nyitja őket. És ugye a szülőt azt könnyen el lehet csábítani azzal, hogy a gyerek szeretné, ki akarja próbálni. És ez ilyen jó motiváció, hogy kíváncsiak vagyunk. Mi is őrájuk, hogy ők mit csinálnak. Ugye ilyenkor nagyon sok mindent le lehet szűrni abból, hogy egy gyerek mennyire nyitott az újra, mennyire nyitott a mi személyiségünkre. Ugye ez egy interaktív tanítási módszer, mindenképpen egy hangszeres óra, hogy ketten vagyunk, a gyerek meg én, és ebből kell kihoznunk azt, hogy ebből hosszú távú, nagyon jól gyümölcsöző kapcsolat alakuljon ki. Mert csak úgy fog gyakorolni, hogyha rá tudom szedni. Mert önmagában a gyakorlás azért nem annyira élvezetes, tegyük hozzá. Úgyhogy ezt szerettük volna, hogy minél több gyerek érdeklődjön, minél több gyerek ki tudja próbálni, ki tudja választani, hogy ő neki melyik tetszik. Ugye én például zongorázni kezdtem volna el, de nem vettek föl, mondván, hogy kicsi a kezem, és egyébként is sokan vannak a zongorán. Sírtam kint a folyosón, ugye most akkor mi lesz vele, és akkor behívott egy tanárnéni, hogy nézd, itt van egy szép csillogó valami, neked meg szép szád van, próbáljuk ki, hát ha összeilletek. És beleszerettem a fuvolába, és ennyi történt. Úgyhogy gondolom, mi is próbálkozunk itt ilyenekkel, hogy valaki beleszeressen egy-egy hangszerbe. Minden évben szoktunk csinálni, de ennyire hosszasan, tehát két napra nem szoktunk tervezni, és úgy szoktuk inkább csinálni, hogy kimegyünk óvodákba, iskolákba, és ilyen kis hangszerbemutató koncertet tartunk. De az, hogy kipróbálja a gyerek a hangszert, az mindig egy plusz dolog, ami ugye itt bent folyik, az egy kívül nem olyan látványos, de kint, amit játszunk, az egy látványos dolog, de itt bent ugye dolgozunk, tehát itt egy munka folyik, egy tanítási folyamat, amiben belenézni sokkal érdekesebb, mint kint meghallgatni egy sősvárnapot például az udvaron. És ez azért sok motivációt ad a gyerekeknek, hogy mi történik bent az órán. Ők bejöhetnek minden tanárhoz, megnézhetik ki a szimpatikus, összeismerkedhetnek, mert például trombitából is több tanár van, zongorából is több tanár van, szolfést is több kollega tanít, fuvolát is ketten tanítunk, hogy nem mindegy, hogy nekem melyik tanár a szimpatikus, vagy a tanárnak melyik gyerek szimpatikus, mert ha nem jönnek össze, nem tudnak összehangolódni, akkor sokkal nehezebb a munka. És azért jó, ha a gyerek is ki tudja választani, meg a szülő is, hogy neki ki a szimpatikusabb. És ez egy olyan nagyon jó dolog. Miután nem mindenki tanít minden nap a zeneiskolába, tehát vannak, akik csak bizonyos napokon tanítanak, úgy próbáltuk meg elosztani, hogy a napokon belül mindenkihez jusson nyílt terület, tehát hogy a klarinétos tanár az ugye csütörtökön van, tehát akkor ne szerdára tegyük, mert akkor a klarinéttal az tanító kollégával nem találkozik a gyerek, hanem akkor legyen szerdán is, meg legyen csütörtökön is, mert így a két napon mindenkivel össze tudnak futni az érdeklődők. És van, aki már így elsőre tudja, hogy ő bizony trombitálni nem fog, és akkor őt azt nem érdekli, ő zongorázni akar, és akkor ki tudja választani, hogy melyik nap szeretne jönni. Meg hát ugye a szülők elfoglaltsága sem olyan egyszerű, úgyhogy elég nehéz beosztani az időt manapság, sajnos tudjuk. A zeneiskola épp zongorára gyűjt, jótékonysági koncertet is adtak ennek érdekében. Még messzinek tűnik a kívánt összeg elérése, így minden támogatást szívesen fogadnak. Hát a zongora ára az ugye a csillagos ég, meg még fölötte. Sajnos a legkisebb olyan zongora is, ami egy hangversenyterembe beleillik, az minimum 4,5-5 millió forintnál kezdődik. És most a koncert alatt összejött egy negyedmillió
300 ezer forint körüli összeg. Még csürrant cseppent innen-onnan egy kis adomány, de sajnos ilyen nagy vállalkozói támogatást eddig nem sikerült elérnünk. Tehát majd alakul, tehát így nem adjuk föl. Mindenféle pályázatra benyújtjuk a pályázatot az alapítványon keresztül. Ugye van az iskolának egy Fósz János Zeneművészeti Alapítvány elnevezésű szervezete is, ami ugyanezt a célt szolgálja, megtette céllá, hogy egy ilyen zongorához hozzá segítse az iskolát. Hát reméljük, hogy ez előbb-utóbb összejön. Ugye minden út az első lépéssel kezdődik, megtettük, és haladunk tovább. A lelkes oktatók nagy szeretettel várják az érdeklődőket és a jövőbeli tanítványokat. Ne menjenek messzire, rövid kereskedelmi kitérő után folytatjuk a Telena magazint. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. A gimnázium érdekes és hasznos programot kínált a szabad levegőn diákjainak. A Dunaparton egy több állomásos játékos rendezvényt tartottak rendhagyó órák címmel. A tizedikesek közül a tizedik B osztály szintén marad egy csapat, és megy az osztályfőnökkel, ott fog kezdeni a színpadnál, jó, osztályfőnökkel és a Procskó tanár úrral. Aztán a tizedik A-nál megint azt kérem, hogy legyetek szívesek ketté, jó, tehát két csapatot készíteni. A csapat egyik fele megy a Barsi tanárnővel, jó, tehát vele fog kezdeni, a másik fele pedig itt marad, és akkor a Hegedűs tanár úrral kezd. Miklós Márta, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium pedagógusa ismertette a részleteket. 9 állomás lesz itt lent a Dunaparton, különböző témákkal. Az egyik állomáson Európai Unióval kapcsolatos feladatok, kérdések, játékos, interaktív feladatok lesznek. Akkor lesz egy természettudományos részleg, amit a biológia, a kémia, a fizika képvisel külön-külön állomásokon. Lesz egy hittan állomás, lesz idegennyelvi részleg, lesz egy magyar történelem és egy matematika, illetve egy testnevelés, vagy hát sport, inkább így fogalmazni, és ezeken az állomásokon készültünk a gyerekeknek különböző feladatokkal. Játékos, interaktív, kreativitást igénylő, rövid, nem túl hosszú feladatok, nem a tényanyagra, vagy nem az ismeretanyagra, a tényszerű ismeretanyagra támaszkodnak leginkább, hanem sokkal inkább a gondolkodásukat igyekszünk egy picit megmozgatni, az érzelemvilágukat,
például ott a hittanos játéknál a kreativitásukat igyekszünk előhívni, úgyhogy ilyen jellegű feladatok. Egy kis mozgás itt a Dunaparton, reméljük az idő is kedvező lesz hozzá. Szélesíteni a látókört. Igen, azt gondolom. Azért van a sokféle állomás, sokféle terület, de korántsem a... Tehát rendhagyó órák, ez is a neve, hogy rendhagyó órák, és attól rendhagyó, hogy egyáltalán nem csak azért rendhagyó, mert nem iskolai körülmények között zajlik, az iskolapadban, bent az osztálytermekben, hanem itt a gyönyörű Dunaparton, hanem attól is rendhagyó, amivel foglalkozunk. Tehát a tartalma is, a kivitelezése is rendhagyó. És valóban szélesíteni igyekszünk mindegyik témakörben a látókört, előhívni esetleg olyan dolgokat, amire máskor nincs lehetőség. Most már egy jó pár éve minden évben, és eddig mindig sikeresen zárult, a gyerekek jól érzik magukat. Szép a környezet tényleg, ez is szerintem fontos, meg egy másfajta munka formában találkozunk egymással, mármint a gyerekek velünk, és mi is velük. Ez egy speciális, különleges, de egyébként szoktunk, tehát mondjuk kirándulás, például most hétfőn, kedden is voltak osztályszinten kirándulások, Dombori, Székesfehérvár, Balaton, tehát ilyen jellegű kirándulásokat szerveztek a kollégák, úgyhogy azért igyekszünk kimozdítani is, amennyire lehet a gyerekeket a mindennapi, nem is tudom, hajszából. Mivel én is eddig most... kiránduláson voltam, úgyhogy viszonylag keveset beszéltem gyerekekkel. Egyelőre pozitív visszajelzések érkeztek, illetve a kollégák felé, vagy felől, akik bent voltak az érettségén, azt hallottam, hogy minden rendben zajlott eddig, minden gyerek meg tudott jelenni, el tudta kezdeni az érettségi, írásbeli érettségi vizsgáját hétfőn és kedden, és jó visszajelzések érkeztek eddig, úgyhogy reméljük, hogy ma a történelem is majd hasonlóan zajlik. Ványi Adrien már tavaly is részt vett a rendezvényen, idén pedig még motiváltabban fut neki a feladványoknak. Én nagyon élveztem, nagyon jó feladatok vannak itt az egész Dunaparton, például terivel kapcsolatos állomások, biológia, kémia, matematika, fizika. Főleg játékos tevékenységek vannak, amiket mindenki meg tud oldani. Mérések például, meg biológiában, mikroszkóp alatt tanulmányoztunk dolgokat. Időmérések, számolások, főleg ilyen tudományos mérések főleg. Hefner Luca osztályával a második állomáson járt, amikor beszámolt az elsőn szerzett élményeiről. Fizikás állomáson voltunk, és itt a környezetünkből kellett írnunk 4 dolgot, ami a fizikával kapcsolatos. Nagyon jó volt, élveztem. Jó feladatok voltak. Írtuk a hullámzást, a súrlódást, az energiát, és ilyeneket még. Mostani állomás, most a hittanos állomáson vagyunk, és ilyen ügyességi feladatokat játszunk. A célja az intézménynek, hogy szélesítse a diákok látókörét, inspirálják őket a környezettel és a változatos feladványokkal, amihez a Dunapart remek helyszínt nyújt minden évben. Új elnököt választott a Tolna Városi Nyugdíjas Egyesület. A szervezet még 1992-ben alakult, jelenleg 114 taggal rendelkeznek. A vezetői pozícióban Kákonyi Bertalannét Luci János név áltja. A Tolnavárosi Nyugdíjas Egyesület célja az idősek egészségi és mentális állapotának megfelelő kulturális és sportprogramok szervezése. Most lehet, hogy a sport az egy kicsit érdekesnek tűnik, de az egyesületünk csatlakozott egy országos rendezvényhez, a gyaloglónapok szervezéséhez, és ezt hagyományként minden évben megtesszük, különböző rövidebb, hosszabb távú sétautakat, tanösvényeket látogatunk meg, és így kulturálódunk, tanulunk, és közösségépítő ereje is van ennek a programnak. Az önkormányzatok kapott támogatás alapján június 8-án megyünk Dunaföldvárra a várnapokat megnézni, ha esetleg még belefér, akkor Dunakömrődön az ásatást megnézzük. Az idén kora ősszel lesz egy Abaliget Orfű Pécsi kirándulásunk, és még októberben lesz egy nagyobb lélegzetvételű Kaposvár és környéke, és a Kaposvári Színházban egy előadás megtekintése. Igyekeztünk mindent úgy előre leszervezni, hogy ne legyen fennakadás, buszokat biztosítani, a helyszíneken, az összekötőkkel mindig fölvettük a kapcsolatot, időre vártak bennünket, tehát a lehető legjobban igyekeztünk ezeket a programokat megszervezni, hogy mindenki érdeklődésének megfelelően tudjon részt venni, ne legyen túl fárasztó, és a lényeg az, hogy jól érezze magát.
Kákonyi Bertalanné ugyan leköszön az elnöki pozícióból, azonban a szavazatok alapján elnökségi tagként továbbra is aktívan részt vesz az egyesület életében. Én munkaaktívból dolgozóként is emberekkel foglalkoztam, tehát szeretem ezt csinálni. Az itt lévő tagok egy nagyon-nagyon jó közösséget alkottak, bizalommal fordultak hozzám az elnökség tagjaihoz, hogyha bármi problémájuk volt, legyen az egy családi probléma, egészségügyi, nyugdíj, méltányossági emelés, soron kívüli emelés, de ez a segítség nem csak a tagoknak szólt, hanem nyitott az egyesület, tehát a városban bárkinek ilyen problémája volt, nagyon szívesen segítettünk. A programok, melyeken részt vesz az egyesület, mindig változatosak és jó hangulatban telnek. A helyi szenior örömtánc csoport gerincét is a nyugdíjas szervezet tagjai adják. Ez a csoport legutóbb részt vett például a tolnai regionális szenior örömtánc találkozón is. A vezető szerepet áprilistól Luciánosné tölti be. Én 10 éve vagyok nyugdíjas, és mint aktív nyugdíjasként csatlakoztam a csoporthoz. Hívtak és szeretettel jöttem, és nagyon jó csapat van együtt. Szeretünk együtt kirándulni, főzni, beszélgetni, és táncolni természetesen az örömtánc csoporttal, és én úgy voltam vele, hogy valahova tartozni kell. És itt az egyesületben nagyon sokan vagyunk, akik egyedül, tehát özvegyek, férj nélkül, és akkor a társaságot meg kell találni, és itt nagyon jól megtaláltam a társaságot, úgyhogy ezért jöttem. És hát 10 éve végül is részt veszek az egyesület munkájában, eddig, mint Vergyarló Bizottság elnöke ténykedtem. Kísértem szemmel, hogy a pénzügyeink hogy alakulnak. Reménykedem abban, hogy minél többen vesznek részt a programjainkon, hogy ami az eddigiekben volt, hogy 35-en, 40-en, 50-en voltunk egy-egy megmozduláson, az ezentúl is meg lesz. És hát reménykedem abban, hogy a visszalevő programjaink, ugye a júniusi dunaföldvári látogatás és a június végére egy ilyen közös főzésre, és mindenki, aki eddig itt volt, az eddig után is el fog jönni. Zsuzsi elmondta az előbb, hogy milyen programaink várhatóak az őszre. Hát még lesz benne olyan, hogy egy kis gyalogtúra itt helybe, körbejárjuk a Dunapartot, sétálunk egy nagyot, aztán lesz még a karácsonyi, ha az időjárás engedi, hogy karácsonyi összejövetelt rendezzünk, és akkor a továbbiak meg majd a jövő év zenéje, hogy hogyan lesznek. Egy kicsit jól kibeszélni a gondjaikat, bajaikat, örömeiket, családban mi történik, és akkor itt megosszuk egymás között ezt. Úgy mondjuk, hogy kisírjuk egymás vállán a bánatunkat, és akkor rendben van. Úgyhogy ez a közösség erről is szól, hogy ismerjük egymást, tudjuk, hogy kinek a gyermeke, illetve milyen családtagok tartoznak a csapathoz, és akkor így jobban eltöltjük az időt, számíthatunk egymásra. Önök a Tolnatej Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!